Szent István királyt a Földön országunk koronájával ékesítette, és szentjeit közé emelte. Hadd kérjük, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egy házad védelmezője a mennyben. A mi úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Atyánk Istene, jóságunkban részesültünk a Szent Áldozat gyümölcsében, védelmez népedet, amelyet Szent István király tanítása által, a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a föld élet után fogadva jóságosan mennyei országodba, Krisztus a mi úrunk által. A Szent Mise befejezése előtt most meg fogom áldani az új kenyeret. Segítségünk az Úr nevében, aki a közösségeket hallotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és kiáltásunkat. Az Úr legyen veletek, és a könyörögjünk. Istenünk, gondviselő Atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ezénkben kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jel, amikor már Szent Fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztunk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindenki munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékai minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadunk érte köszönetünket, és áld meg kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Áldjon meg benneteket mennyei Atyánk, és őrizzen meg a katolikus hitben, melynek Szent István király apostola volt népe körében. Jézus Krisztus a mennyei Atya szeretet fiadja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és neveljék a gyermekeket, a boldog jövő zálogát. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak, és Istennek legyen áldás. Oh.
tisztelt ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mai alkalomra Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levelének 5. fejezetéből a 20. verset választottam, amely így hangzik. Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. A szeretetből szólunk, cselekszünk, az Isten áldása ott lesz az életünkön. Így adjon nekünk ünnepi szívet és lelket, így adja nekünk azt a kegyelmet, amely minden nehézség ellenére is hordoz és megtart bennünket. Áldjon meg minket a mindenható Isten. Amen. Én is köszöntök mindenkit szeretettel, Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, Józsué könyve 24. fejezetének 15. versét szeretném felolvasni, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Kedves ünneplő gyülekezet, ez a hitvallás a sikemi országgyűlésen hangzott el Józsué szájából, aki Mózes után Isten népének új vezetője volt. A nép már túl volt a 40 évig tartó pusztai vándorláson, a 12 törzs elfoglalta új lakóhelyét, átkelve a Jordánon, Kánaán földjét, és mielőtt letelepedtek volna, Józsué összehívta a törzsek, családok, nemzetségek vezetőit, és elmondta nekik, hogy milyen alternatívák előtt állnak. Két lehetőség van, vagy a környező népek idegen isteneit fogják szolgálni, és akkor menthetetlenül elkeverednek, beolvadnak a pogány nomád népek olvasztó tégeiben, vagy pedig követik őseik istenét, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az istenét, és ez esetben megmaradnak. Kedves barátaim! Egy évezred távlatából szent életű első királyunk István életműve még mindig iránymutató, kapaszkodó, múlt, de egyben a jövő is. A rábízott közösség iránti önzetlen, elkötelezett szolgálata az egész magyar történelem legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból lényegében ő teremtette meg Magyarországot, kijelölve és biztosítva a jövőbe vezető utat az ország népének. A kereszténységhez való csatlakozással, amely nem csupán máig ható politikai döntés volt részéről, hanem megélt hitéből, mély Isten kapcsolatából fakadt, és az akkor korszerűnek számító nyugat-európai társadalmi politikai modell átvételével bekapcsolta hazánkat a fejlett Európa vérkeringésébe, megteremtette a keresztény erkölcsi alapokon nyugvó magyar államot, és a magyarságot elválaszthatatlanul az európai kultúrkör szerves részévé tette. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Augusztus 20-án emlékeztetni kell magunkat arra, a saját otthont, földet, hazát nyújtó önálló államiság a népek életének inkább kivételes, mint természetes állapota. Egy népnek, aki saját hazára vágyik, aki saját törvényei és saját szokásai szerint akarja berendezni életét, és 1000 év tanúsága szerint a magyar nép ilyen, a szuverenitásáért és a szabadságáért minden percben meg kell küzdenie, akkor is, ha ez a mindennapok forgatagában élő népünk számára nem mindig nyilvánvaló. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában, hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki erejükkel ismét nagyjá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk, jogrendünk alapja szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk lengyét a nemzet együttműködésére alapítsuk. Isten segítsen bennünket, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Alapításunk tiszteletére, Badacsony felé, tűz! Polgármester úrnak jelentem, feladatot végrehajtottunk, jobb volt, mint Budapesten. Thank you.
Emlékezők. Köszöntöm Önöket a Lányi Antal emlékműnél, ahol a Balaton első átrepülésére emlékezünk. Kérem hallgassák meg Erdei Barnabás alpolgármester úr köszöntőjét. Jó napot kívánok, kezdi csókolom Fonyodváros önkormányzatának nevében, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép napon. Külön tisztelettel köszöntöm Knoll Gyula urat, nyugalmatott repülőezredest, aki minden évben velünk ünnepel, és külön tisztelettel köszöntöm Kis Nándor urat a Magyar Honvédségtől, aki pedig idén először ünnepel velünk. Azt kérem Kis Nándortól, hogy maradjon Fonyódon, vagy ha teheti, akkor magánemberként is jöjjön majd vissza Fonyódra és nézze meg településünket. Pajár András, katolikus pap és író azt írta, hogy a Szent István királyunk által ránk hagyott történelmileg megalapozott hit, nemzet, tudat és hagyományok őrzése nélkül el fog veszni a magyarság és el fog veszni Magyarország. Ez a mai esemény, ez a mai este a hit és a nemzettudat mellett a hagyomány őrzésének egy ékes példája, ennek lehetünk itt fül- és szemtanúi. Azt is írja később Pajer András, hogy amennyiben ezt a hármas egységet, a hitet, a nemzettudatot és a hagyományok őrzését elhagyjuk, akkor fog beigazolódni Ady Endrének a sora, aki a Hőkörés népe című versében a magyarságot úgy festi le, hogy vertnek született, s nem verőnek. És azért kell ápolnunk a hagyományokat, hogy ez az Ady sor ne teljesüljön be, és azért vagyunk ma is itt mi, hogy a hagyományokat ápoljuk. Mindannyian tudjuk, hogy a hagyományok az elődök örökségéből ránk maradt olyan cselekedetek, tettek, dolgok, amik nemzedékről nemzedékre szállnak, és így mutatják meg egy város, egy ország, vagy akár egy társadalomnak a világszemléletét és értékrendjét. És nagy öröm számunkra, hogy a fonyódi értékrend az az, amit önök itt látnak mellettem a hagyományőrző huszárokkal. A fonyódi értékrend az az, amit a Szent István napi ünnepi hétvégén megvalósult, hogy szentmisét tartottunk, hogy új kenyeret szenteltünk, hogy bort kóstoltattunk, hogy ma délelőtt polgárrá fogadtuk az idei évben született fonyódi csecsemőket, és az is a fonyódi értékrendhez tartozik, hogy ilyenkor az ünnepi hétvégén, vagy augusztus végén, augusztus 28-ai hétvégén összejövünk, és Lányi Antalra emlékezünk, aki elsőként repülte át a Balatont itt Badacsony és Fonyód közt. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy lelkesítsen bennünket az elődök példája, kiváltkép Szent István és kiváltkép Lányi Antalé, és a mai megemlékezéshez és az utána következő repülősóhoz pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok. Köszönöm, hogy ennyien együtt emlékezünk. A 111 évvel ezelőtti újságokban megjelent egy rövid hír. 1911. augusztus 28-án Lányi Antal hadnagy elsőnek repülte át a Balatont Badacsony és Fonyód között. Az átrepülés nagy szenzáció volt ekkor, melyet Badacsonyból Fonyódra hajtott végre. Mindkét oldalon kíváncsi nézősereg követte a nem mindennapi látványt. A pilótát elismerően köszöntötték a két balatonparti településen. Különösen nagy tömeg várt a Fonyódon,
ahol sikeresen végezte a leszállás, itt a Fonyódi kikötő mellett. Augusztus 28-án Lányi Antal a starthelyen 17 óra 30 perckor felpörgette a motort, majd kisvártatva elstartolt és 7 perc múlva érkezett meg a Fonyódi kikötő mellé. Erre az alkalomra emlékezünk ma. Koszorúzó huszárok, vigyázz! Koszorúzás kezd meg! Felkérem Erdei Barnabás alpolgármester urat, hogy városunk nevében helyezze el koszorúját az emlékműnél. Tisztesség, vigyázz! Koszorúnak, tartalj! Tisztelek! Kezdeményezője helyezi el koszorúját. Részéről Kis Nándor alezredes úr, a Magyar Honvédség parancsnoksága légierő haderőnemi szemlélőség, haderőnemi irodavezető helyettese helyezi el koszorúját. Következő percekben várhatjuk Vári Gyula műrepülő világbajnok urat, aki az égbolton emlékezik Lányi Antal emlékezetes tettére.
Barnabás, hagyományőrző huszár főhadnagy, kérek engedélyt Lányi Antal hadnagy tiszteletére az ünnepélyes megemlékező díszsortűz leadására, valamint a megemlékező ágyülövés elsütésére. Az engedélyt megadom. Értettem. Karabélyos utánok! Fegyver, láb! Hold! Fegyver, súly! Ba! Fegyver, pál! Hold! Fegyver, biztosíts! Lányi Antal hadnagy tiszteletére! Tűz! Fegyver, biztosíts! Fegyver, súly! Ba! Fegyver, láb! Hold! Fegyver, pál! Ra! Lányi Antal hadnagy tiszteletére, szentformála nevében, tűz!